Önök a Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm nézőinket. Bonyhádon 46,7%-os részvételi arány mellett a Fidesz-KDNP nyerte el az összes egyéni mandátumot. A szavazók újabb 5 esztendőre Filóné Ferenc Ibolyának szavaztak bizalmat. A második ciklusát kezdő polgármester a szavazatok 53,58%-át szerezte meg. Az elmúlt napokban nem tettek le a választással kapcsolatban óvásokat, így hatályba léptek a szavazás eredményei. Bonyhádon ismét Filóné Ferenc Ibolya kapott felhatalmazást a város polgármesteri tisztségének betöltésére. Örülök, hogy majdnem ugyanazon a csapattal tudjuk folytatni azt az 5 éves ciklust, amit az előző 5 évben megkezdtünk. Bízom abban, hogy támogatnak továbbra is a bonyhádiak, mi pedig minden nap megteszünk azért, hogy tovább fejlődhessen a városunk. Bonyhádon minden szavazókörben rendben befejeződött a 2019-es önkormányzati és kisebbségi választás. Tudtuk meg a város jegyzőjétől. Bonyhád városában a névjegyzékbe 10.742 fő került felvételre. Ugye ez október 11-én pénteken 16 órakor történt meg a névjegyzék zárása. Október 13-án az urnákhoz 5021 választópolgár járult, az érvényes szavazatok száma 4901 volt. Mi a részvételi arányt összehasonlítottuk a 2014 évi általános helyhatósági választásokkal, miszerint 6,6%-kal többen járultak az urnákhoz most, mint 5 évvel ezelőtt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a részvételi arány is mutatja azt, hogy aktívan részt vettek a választópolgárok a bonyhádi szavazásban. Polgármester jelöltünk 3 fő polgármester jelölt volt, Filóné Ferenc Ibolya a Fidesz-KDNP színeiben 2626 szavazatot kapott, ami egy nagyon magas arány, ezt is összehasonlítottuk egyébként az 5 évvel ezelőttivel, több mint 400 szavazat a többlet a 2014 évi választásokhoz képest. Szabó Gábor polgármester jelölt 1612 szavazatot kapott, még Györfi Attila 663 szavazatot kapott. A helyi választási bizottság október 13-án éjszaka ugye a választások szavazóköri részeredményeit összegezte és megállapította, hogy Bonyhádváros polgármestere Filóné Ferenc Ibolya lett 2626 szavazattal. 8 választókerülete van Bonyhádnak, mind a 8 választókerületben megmérettették magukat a jelöltek, 7 választókerületben a Fidesz-KDNP, illetőleg a civil szervezet egységben a Városunkért Közéleti Egyesület jelöltjei versengtek, 7 választókerületben egyébként a Fidesz-KDNP jelöltjei nyertek. Egy választókerületben, ez volt a 8-as számú, ott a Fidesz támogatásával induló Sárkány Szabolcs győzött. Kompenzációs lista is van, ugye 10.000 fő feletti városról beszélünk, kompenzációs listáról 3 fő jutott be, a kompenzációs listának a sorrendje kötött. Ezt az egységben a Városunkért Civil Közéleti Egyesület már egyébként benyújtotta a szavazás megkezdése előtt, ugye azt is a Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette, így kompenzációs listáról 3 jelölt került be, Gecséné dr. Slárkú Szilvia, Fenyvesi Csaba, illetőleg Vasszari Tibor, akiknek szintén jó munkát és jó együttműködést kívánok a képviselőtestület tagjainak. Bár jogilag 2 választásról beszélünk érdekes módon, ugye az általános helyhatósági választásokat dr. Áder János köztársasági elnök úr tűzte ki, még a Nemzeti Választási Bizottság elnöke tűzte ki a nemzetiségi választásokat. Bonyhádon német és roma nemzetiségi jelöltek mérettették meg magukat. A névjegyzékben, a német névjegyzékben 866 választópolgár szerepelt, ami azt gondolom, hogy igen magas arány megyei szinten. Közülük 528 választópolgár jelent meg, ami azt jelenti, hogy a választásra jogosultak 60,96%-a jelent meg a választáson, ami azt gondolom, hogy egy kimagasló részvételi arány. 5 fő képviselőt választhattak a nemzetiségi választópolgárok, Köllerné Koch Ilonát, Markovics Mihálynét, Kovács Ferencet, Csizmadi Jáné, Énekes Piroskát és Máté Klárát tartották érdemesnek arra, hogy a posztot betöltsék, a képviselő jelölti posztot. A roma önkormányzat esetében a névjegyzékben 284 fő szerepel, amiből 111 fő jelent meg, ez 39,08%-os részvételi
Arányt jelent az érvényes szavazatok száma 102 volt, 5 főt választhattak meg szintén a nemzetiségi választópolgárok, így képviselő lett Kálozdi Józsefné, Kálozdi József, Boros Csaba, Kincses Ibolya és Balog Mihály. És én szeretném megköszönni itt a helyi választási bizottságnak a munkáját, a szavazatszámláló bizottságok munkáját, és hát annyit azért engedjenek meg, hogy némi elfogultság legyen bennem. A hivatal munkáját is szeretném megköszönni, hiszen augusztus 24-től még a mai napig alakulőülés lesz, október 20-án Bonyhád város képviselőtestülete tartja alakulőülését, illetőleg két nemzetiségnek is lesz alakulőülése. A munka még nem ért véget, de nagyon szépen köszönöm a kollégáimnak ezúttal is, hogy ilyen sikeresen is rendben zajlottak a választások. A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvénysorozathoz kapcsolódott a Bonyhádi Völgységi Múzeum. Lőrinc Aladárné és a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ szövőszakkörének több mint 60 kézzel készített szőttese tekinthető meg a kiállításon. A nemrég elhunyt Lőrinc Aladárné gyűjtötte össze a bukovinai székely szőttes kultúra motivumkincseit. Az ő alkotásaiból és a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ szövőszakkör tagjainak munkáiból nyílt kiállítás a helyi múzeumban. A bukovinai székely szőttesek többségükben bordó színű párna és kendővégek, melyeket pamut, ritkában kendervászon alapon szőttek. Általában széles, egyben komponált, csaknem összezáródó mértani motivumokat alkalmaztak, melyek más néprajzi csoportok szőtteseivel nem tévezhetők össze. A kiállításon a múlt és jelen alkotóinak munkái is megjelennek, fejtette ki Fuchs Márta, néprajzkutató. Tulajdonképpen két a koncepciója szerint egy nagyon érdekes, egymás mellé kerültek a bukovinai székely szőtteseket készítő, egy nagyon híres alkotónak, Lőrinc Aladárnénak, Vilma néninek a munkái, aki ugye 1929-ben született még, és nemrégen távozott el közülünk, illetve a 80-as évek óta megalakult Bonyhádi szövőszakkörnek a munkáit. Alapvetően a két munkák között egy nagyon fontos eltérés van. Vilma néni munkáit, amit Lőrincetől lányától kaptunk meg, ezek vászonszőtesek, tehát pamut és lemvászon, ugye régen kendervászon alapon is készítettek ilyen szőteseket. Vászonszőtesek, tehát lakástextilek. Ezek vörös és sötét veres, ahogy ők nevezték, és fekete színnel díszítettek, míg a bonyhádi szövőszakkörben erdélyi székely gyapjú szőttesek, illetve festékesek, bukovinai székely festékesek készülnek. Tehát ezeknek gyapjú az alapja, nem pamut vagy lemvászon. Alapvetően a bukovinai székely textil munkákra fókuszált a kiállítás ebben az időszaki kiállításban. Mind a két csoportja, tehát a vászon, illetve amit az előbb említettem, a festékesek is megjelentek. Valójában a bukovinai székely hagyománynak egy szeletébe lehet ezzel a kiállítással betekintést nyerni. Próbáltak a kurátorok, illetve az igazgatóra, az itt dolgozó múzeológus olyan tipikus festékeseket is kiállítani a szövőszakkör munkáiból, amelyek mondjuk motivumkincsében, színvilágában magukba hordozzák a régi bukovinai székely mintákat, illetve motivumkincseket. Összességében én azt gondolom, hogy számomra azért különleges ez a kiállítás, mert nem csak egy olyan profi alkotó munkái jelennek meg, mint Vilma nénié volt, hanem igazából a szövőszakkörnek van azért egy nagyon lelkes csapata, illetve azért fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy őket is egy olyan oktató, alkotó felügyeli, mint Ferenc Imréné Rózsika néni, aki csak pár évvel fiatalabb, mint az eltávozott Vilma néni. Az ő életútja is hasonlóan bukovinai székely földről indult, tehát hasonló párhuzamba állítható Vilma néni életútjával, és ő is immár 30 éve legalább, majdnem 30 éve oktatja a bonyhádi szövőszakkör munkáját. Tehát ő az, aki felügyeli, illetve tanítja őket. Azt gondolom, hogy valójában ebben a kiállításban, ebben a két szegmensben azt mondhatjuk, hogy a múlt is, és a jelen alkotóinak munkái is megjelennek.
A jelen alkotóinál azt is én kiemelném például, hogy egyéni tervezésű, saját tervezésű tárgyak is megjelennek, tehát ha láttunk egy bukovinai székelyt, vagy egy erdélyi székely mintát, kompozíciót egy hátizsákon, egy gyermeknek készült tarisznyán, akár egy női táskán, uram, bocsa, egy laptop táskán, én azt gondolom, hogy ez is a hagyomány egyfajta továbbéltetése, tehát mindenképp mögötte van az a tudás, ami a szövéshez, a színvilághoz, a technikáknak az ismeretéhez szükséges. Tehát én ezt egyébként egy nagyon pozitív dolognak gondolom. És a másik, amit ebben az egészben üdvözítőnek találok, hogy ők megpróbálnak megfelelni a mai kor elvárásainak, a társadalmi igényeinek is. A múzeumok őszi fesztiválja rendezvénysorozathoz kapcsolódott be a Bonyhádi Völgységi Múzeum kiállított szőttestárlata is. Az országos rendezvény célja nem csak ráirányítani a figyelmet a múzeumokra, hanem fent is tartani az érdeklődést, élményt nyújtó, korszerű, oktató, szórakoztató, évről évre megújuló programokkal. A kiállítás egyben értékmentés is, részletezte a Bonyhádi Múzeum igazgatója. Az őszi fesztivált mi már évtizedek óta megrendezzük minden évben. Általában valamilyen hagyományos programhoz, kiállításnyitóhoz, előadáshoz, filmvetítéshez kapcsolódik. Az idei őszi fesztivál programunk most egy napba sűrűsödik, itt két programra hívjuk meg az érdeklődőket. Az egyik program az a szőttes kiállítás. Ez aktualitását és különlegességét az adja, hogy az egyik alkotó Lőrinc Aladárné Vilma a múlt héten sajnos elhunyt, és ez az ő emlékkiállítása lesz. A másik apropó, ami miatt fontos ez a mai nap, az pedig az, hogy az a szakkör, amelyet ő indított el Bonyhádon, az most is működik a Vörös Márti Mihály Művelődési Központban, és a Vilma anyaga mellett az ő követői, tehát a hagyományának folytatói azok, akik szintén kiállítanak. Én azt hiszem, hogy egy múzeumnak a legfontosabb feladata az értékmentés és olyan értékek bemutatása, amely akár a magyar kultúrkincsé, akár az egyetemes európai vagy az emberiség kultúrkincsének a része. A több mint 60 kézzel készített szőttesből álló kiállítás 2020, azaz jövő év márciusáig látogatható. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egészséghetet szerveztek a Bonyhádi Széchenyi István iskolában. Az intézmény diákjai 4 napon át kóstolhattak helyi termelők által készített gyümölcsleveket, különböző mézfajtákat, de volt lehetőség megismerni a fűszer és gyógynövények különböző fajtáit. Sorban állnak a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulájában a tanulók, hogy megkóstolják a helyi termelők által készített mézeket. Ugyanis az intézményben idén is egészséghetet tartottak, hogy még több élményhez tudják kapcsolni a diákok, fontos az egészséges életmód és annak fenntartása. Több éve szervezzük már ezt az egészséghetet. Nagyon fontos a gyerekek számára, hogy ne csak tanuljanak egy iskolába, hanem élményekben legyen részük. Éppen tegnap hallottam egy kisfiút, aki hazafelé menet, azt mondta az anyukájának, hogy nagyon jó, hogy ma ivóklékkóstolás volt, de holnap mi lesz, holnap mézet fogunk kóstolni, és azt gondolom, hogy ez a kisgyerek örömmel fog másnap iskolába jönni, és ezt az élményt szeretnénk azért a gyerekeknek nyújtani, amellett, hogy egészséges életmódra próbáljuk őket nevelni, sportolással, egészséges táplálkozással. Egy évnél idősebb gyerek már fogyaszthat mézet, sőt, sok szakember a cukor helyettesítőjeként említi a mézet. Ugyanis a mézfajtákban 11 ásványi anyag és 17 féle nyomelem található. Ezek együtt vannak jelen, így segítik egymás felszívódását. Most már évek óta fölkértek arra, hogy ezen az egészség héten, ami minden évben van októberben, akkor nem kóstoltatnám meg a gyerekeket mézzel, és még szoktam jönni a novemberi hónapba, amikor egy ilyen nemzetközi összefogás alapján az Országos Mézegyi Egyesület is most már évek óta meghirdette ezt a minden gyereknek legyen mézes reggelije propagandát. Az első években, amikor idejöttünk, akkor a gyerekek még félve nyúltak az üvegekhez, félve nyúltak a pumpákhoz, de most az évek során már annyira bemelegedtek, hogy
szinte önkiszolgálóba ment át a dolog, és már mindenki tudja, hogy működik a mézpumpa, hogy kell kanalazni a mézet, és egyre nagyobb érdeklődés van úgymond a mézek iránt. Másikra teszünk másikat, én is úgy gondolom, teljesen jó. Én szerintem mindenki egyenebből már nagyon egészséges és nagyon finom is. Finom. Nagyon édes. Az iskola monoton mindennapjaiban új élményt biztosított az egészséghéten szervezett programok sokszínűsége. A hét minden napján kíváncsian és lelkesen mentek a tanulók iskolába, hogy vajon aznap mi vár rájuk. Hétfőn reggel egy zumbával kezdtek a gyerekek, utána a vízivást népszerűsítettük azzal, hogy a zumba után ivóvizet kaptak, mindenki egy pohár vizet ihatott, és hogy érezzék a gyerekek azt, hogy fontos a vízfogyasztás, ezért plakátokat készítettek, amiket folyamatosan raktunk ki a fali újságra. A gyerekek következő napon, kedden, ivólét kóstolhattak. Hát nekem az volt a legkedvencebbem, ami történt itt ebben, hogy ez a süti kóstolás, meg ilyen mindenféle, ilyen méz most is, olyan finomak vannak. Hát az apukám nagyon szépen megcsinálta az egyik gyümölcsöt, és ez nagyon tetszett. A szülők nagyon nagy segítségünkre vannak, és azt gondolom, hogy a szülők is élvezik ezeket a programokat. Igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy szabadidőbe legyen, és végül is a tanórákat nem zavarja, és így kapcsolódik az egész a mindennapokhoz. Gondolva a jövő évi programkínálatra, fűszer és gyógynövényeket ültettek az iskolások. Az idén a felső tagozatosok vállalták egy sziklakertnek a gondozását. A sziklakertbe fűszernövényeket tettek. A felső tagozatosok gyümölcssalátát is készítettek, és hát a következő évre ez már kicsit előkészülünk azzal, hogy a fűszernövényeket hogyan fogjuk majd hasznosítani az egészséghét folyamán. Az idei egészséghét programjába a mozgás, a helyes táplálkozás, a megfelelő mértékű vízbevitel témái kerültek előtérbe. Bizony már elég régen volt, amikor a bonyhádi férfi kosárlabda csapat egy mérkőzés után végre győzelmet ünnepelhetett. Valamikor kora tavasszal még az NB1B piros csoportjában. Az elit csoportból kieső Bonyhád az idén a zöld csoportban két vereséggel kezdett, de a harmadik fordulóban hazai környezetben a debreceni egyetemisták U23-as csapata ellen végre megtört a jég. Nehéz az élet a mezőny még inkább kiegyenlítettsége miatt a férfi kosárlabda bajnokság NB1B osztályának zöld csoportjában is. Ezt jelzi az oda kieső és játékos állományában inkább erősödő, mint gyengülő Bonyhád eddigi két veresége is. A harmadik fordulóban odahaza már kötelező volt nyerni a sárgáknak, akik magasság, de legfőképpen a rutin tapasztalat dolgában fölényben voltak a soron következő ellenfél a debreceni egyetem U23-as csapatával szemben. Ez azonban a mérkőzés nagy részében, háromnegyedében egyáltalán nem domborodott ki. Gyors lábmunkával, remek egyezegyezésekkel, zicsereket, büntetőket harcoltak ki az alacsonyabb feketemezesek, és középtávolról, sőt hárompontos vonalról is olykor betaláltak. A harmadik játékrész végéig, sőt a negyedik elejéig nyílt volt a meccs. 50-49-ről indult az utolsó 10 perc. Mint utólag kiderült, már minden tekintetben Bonyhádi fölénnyel. Az új játékos Papp Péter volt ekkor is a csapat vezéregyénisége. Döntő tényező volt ekkor, hogy a védő lepattanókat szinte csak a sárga mezes hazaiak szedték, így jóval többet támadhattak ellenfelüknél. Előbb 10 pontra, aztán 15-re nőtt a különbség, vagyis élet a bonyhádi győzelem, ami a végére még fölényesebb lett. És a szuszpoén is járt a nézőknek, a meccs végét jelző dudaszó megszólalásának pillanatában a fiatal Csobán Dávid legalább 15 méterről elengedett tripla kísérlete ritkán látható módon az ellenfél gyűrűjébe landolt, miután a közönség ovációval fogadta a 80-57-es bonyhádi győzelmet, amit legutóbb nagyon régen, valamikor még áprilisban a piros csoportban élhetett át a csapat
a tavalyi meglehetősen libésznyomásos, számukra kieséssel végződő NB1-B-s bajnokságban. Az első tudtuk nyerni, de hát a múltkor óriási pekünk volt, és saját butaságunknak köszönhetően elrontottuk ezt a mérkőzést az Óbuda ellen. A kecskeméti mérkőzésre nem lehet semmit mondani, mert alig tudtunk elmenni hétköznap, ugye hát amatőr csapat vagyunk, munkái, iskolai elfoglaltság, betegség, kezdőből 4 ember hiányzott, tehát az nem mérvadó. Most ez a mai mérkőzés azért ez már mutatott valamit, főleg a második félidőben mutatott játék. Jó jel, hogy a második félidőben játszott jobban a Bonyhád, és a Pap, Pup, Dorogi, Gébert mezőnyemberek mellett a magas emberek, például Tömösvári, nem csak pontjaikkal, hanem védekezésükkel is hozzátettek nem keveset a győzelemet. Ám ha ki lehet emelni valakit a bonyhádi csapatból, az mindenképpen a csapat doyenje, az 5-6 évvel ezelőtti NB1-B-s bajnok sikercsapat egyetlen hírmondónak megmaradt játékosa, Gébert Attila. 80%-osan dobott mezőnyből, 60%-ban értékesítette a triplákat, 22 pontjával a mezőny legértékesebb és legeredményesebb játékosa volt ezen a meccsen. Hát igyekeztem mindig formába lendülni, nyáron edzettem rendesen, illetve hát természetesen a szezon közben is. Igyekeztem mindig elmenni futni, kondizni. Nem mondom, hogy nem fáradtam el, mert nem is tudom mióta játszottam ennyit utoljára, talán még a serdülő meccseken, de hát ilyen jól is, nem is tudom. Talán otthon dobtam a kispalánkra, az egyméteres kispalánkra. A már U11-es edzőként is dolgozó Gébert Attila úgy látja, napfényesebb időszak köszön be az idén a visszaesés évei után a bonyhádi kosárlabdában. Szerintem több is van bennünk, ez majd a szezon közben kiderül, mert igazából a többi csapatot mi sem ismerjük még, ahogy megy majd a szezon, úgy jövünk rá mi is, hogy tényleg, hogy hova tartozunk igazából, de a középmezőny az biztos, tehát az reális. Arra is van esély szerinte, hogy az idén javuljon az edzés látogatottság, ami évek óta gond a bonyhádi kosárlabdában. Ezt nehéz összeegyeztetni, igyekszünk természetesen minél több edzésen ott lenni, de hát nem mondom, hogy nincsenek problémáink, de jóval jobb a helyzet, mint tavaly. Kész játékos azért egyet igazunk, a Papp Pétert, aki korábban itt játszott már nálunk, ő egy intelligens kész játékos, aki nagy hasznára lehet a csapatnak. Én a fiatalokban azokban van a reményünk, úgyhogy itt a Pup Bence, a Dorogi Gergő, a Csobán Dávid, aki most egy fantasztikus góldobot. Elvesi saját nevelési játék. Igen, ő már régóta, 2-3 év óta itt játszik Bonyhádon, az U20-as csapatnak volt erőssége. Ugye a Gébert Attila, aki itt maradt, ő is egy kész játékos, aki ma szerintem a mezőny legjobbja volt. A támadásban, mint védekezésben hozzátette magát. Az új, a horvát gyerek, ez a fiatal gyerek, akit igazoltunk, ez is ma hozzátette. A fiatalok és a rutinos játékosok egyvelege jó esélyt kínál arra, hogy a Bonyhád fölküzdje magát a középmezőny élére az NB1-B zöld csoportjában. Erre dicső múltja is kötelező. Az őszi szünet idejére 4 napos tábort szerveznek a bonyhádi iskolásoknak a helyi sportcentrum munkatársai. A 4 nap alatt számos program várja a táborba jelentkezőket, emellett napi 3-szori étkeztetést és a pécsi állatkertbe való utazást is tartalmazza a jelentkezéskor befizetett 20 000 forintos tábordíj. Ezek a képek a várrai parkerdőben készültek az idén megszervezett nyári táborról. Ezen a nyári táboron több mint 90 diák vett részt. Ennek folytatásaként október végére őszi tábort szervez a Bonyhádi Sportcentrum. Szervezünk 2019. október 28-31-ig, pontosan a tanévnek az őszi szünetjére egy őszi sportos tábort, amit felmentő tábornak neveztünk el. Azért felmentő tábor, mert a szülőket szeretnénk segíteni az őszi szünetben. Gyakorlatilag az őszi felmentő tábort a nyári sporttáborunk tematikája alapján készítettük el, és azért kezdtünk el rajta gondolkodni, hogy tényleg segítsünk a szülőknek az őszi szünet ideje alatt, ugye sokan dolgoznak, szeretnénk, hogyha a gyerekek nem otthon ülnének és a számítógépet nyomkodnák, hanem valami sportos programmal töltenék az időt, ezért tényleg abszolút a nyári táborunkra hagyatkozva összeállítottunk egy programot, a nyári táborunkat is nagyon imádták a gyerekek, sokan vettek részt rajta, a szülők is meg voltak elégedve, a gyerekek este fáradtan tértek haza, élménydús beszámolókat tartottak otthon a szülőknek. Úgyhogy az őszi táborunk az arról fog szólni, hogy gyakorlatilag eljönnek hozzánk hétfőtől csütörtökig, minden nap délelőtt lesz valamilyen edzésük, ez legyen kézilabda, foci,
röplabda, délután pedig pedagógusok foglalkoznak majd a gyerekekkel. Ez lehetséges, hogy sportos vetélkedőket tartunk, a csapatépítő összetartó játékokat, esetleg kézműves táborokat is, táborszerű eseményeket is tartunk nekik. És ez az első két nap így fog zajlani, hétfőn és kedden. A szerdai napon tervezünk egy túranapot a meccsekbe, ez a nyári táborban is jól működött. Ugye a nyár és az ősz között ugye az a különbség, hogy az időjárásban nem mindig engedi ősszel, hogy a túrázás szerelmesei otthon érezzék magukat az erdőben. Ugye itt még lehetséges egy kis változás, de ha esetleg nem jön össze a túra, mert az időjárás nem engedi, akkor is ki fogunk találni valami jó programot. És az utolsó napon, csütörtökön pedig elmennénk Pécsre az állatkertbe, illetve utána a gyerekeket meghívnánk egy mozira. Gyakorlatilag ez erről szól. A gyerekek, hogyha jelentkeznek, akkor napi háromszori ellátást kapnak, szinte biztos, hogy élménydús eseményekkel térnek majd haza, és garantáljuk azt, hogy nem fognak otthon esténként már más dolgokkal foglalkozni, csak azzal, hogy kipihenjék magukat és felkészüljenek a holnapi napra. És akkor bármilyen korosztály mehet? Vagy a korosztály tekintve meghatároztuk azt, hogy 7 és 14 éves korosztály, tehát gyakorlatilag az általános iskolát átölelő korosztályra számítunk ilyen tekintetben, de gyakorlatilag a nyári táborban már működött, nagyjából a másodiktól a hatodik, hetedik osztályos korosztály szokott ezekre a táborokra jelentkezni. Általában osztálytársak elmondják egymásnak, hogy fú, van ez a tábor, gyertek, mi is ott leszünk, úgyhogy simán össze szokott jönni egy 20-25 fő. A tábornak a díja az 20 000 forint per fő, erre a 4 napra, úgyhogy arra biztatunk mindenkit, hogy aki még nem jelentkezett, az nyugodtan tegye meg a sportcentrumnak az ismert elérhetőségein, várjuk még a jelentkezőket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!